Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, és köszönöm Bábe Balázs érsek úrnak ezt a záró gondolatát is, hogy értetek, hogy veletek vagyok keresztény, és értetek vagyok püspök. Ez egy szép feladat, azt hiszem mindannyiunk számára, akik itt ülünk püspökként, és általában keresztényként is, hogy egymásra találjunk. Jogunkban áll Krisztus követőnek lenni, ugye ez a cím, amiből én kiindulnék. Pontosabban nem is a jog, hanem paradox, meglepő módon talán a kötelesség felől. Én is szeretnék személyes lenni, és hadd mondjam így, hogy a jog az természetesen a külső keretet jelenti, hogy jogunkban áll, de én most, ha a belső kereteket nézem, a belső tartalmat nézem, akkor azt mondom, hogy az én hivatásomban, elhívásomban, lelkészi, püspöki szolgálatomban inkább a kötelességre tenném a hangsúlyt, nem valamiféle poroszos módon, hanem úgy, ahogyan a Szentírás arra ébreszt bennünket, hogy mit jelent az, hogy nem hallgathatunk. Mit jelent az egyház történet számos példája nyomán is, amit akár Martin Luther King úgy fejezett ki, hogy nem hallgathatok, vagy amit a protestáns prédikátor Bornemisza Péter mondott nagyon válságos élethelyzetben, amikor börtönnel fenyegették, sőt börtönből éppen kijött és készült a következő bebörtönzésre. Egyfelől féltem, mondja, másfelől égett a szívem, és talán az oldalam kifakadt volna, ha számat fel nem tátottam volna. Tehát ott van az emberben ez a félelem, ugyanakkor a kötelesség, hogy meg kell szólalni, nem hallgathatok. Az apostolok is, amikor fogságba viszik őket, és a nagy tanács elé cipelik őket, akkor ezt mondják a Cselekedetek könyve 4. része alapján, nem tehetjük meg, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Vagy utalás történt az előzőkben már Pál apostolnak erre a szavára, hogy állj elő vele, akár tudik az evangélium hirdetéssel, akár alkalmas, akár alkalmatlan időben. Két bibliai metaforát szeretnék magam most kibontani, mind a kettő a Cselekedetek könyve alapján, és mind a kettő ezt az elhívást, ezt a küldetést fogja magában tartalmazni. Az első, éppen Pál apostol elhívási története, az úgynevezett damaszkuszi élmény. Mi történt ott ő vele? És mit is jelentett Damaszkusz? Azért is indulok ki ebből, mert a 20. századi politikai változások közepette, a rendszerváltozás környékén igen gyakori toposz volt a közbeszédben a damaszkuszi megtérésre való hivatkozás. Volt író, aki meglehetősen szarkasztikusan mondta, hogy nagy a tolongás a damaszkuszi úton. És valljuk be, volt is erre példa. Én magam akkor gyülekezeti lelkész voltam Kőbányán, és tömegével, hát a magunk kis létszámához képest tömegével, de a korábbiakhoz képest sokkal-sokkal többen jöttek megkeresztelkedni konfirmációra, és valóban nagyon sokan őszinte szívvel az eddigi lehetőségeket még nem ismerve, de most már az új lehetőségekkel élve jöttek az egyházhoz. De azt is azért láttuk, hogy bizony nagyon sokan érdekből dörgölőznek az egyházhoz, azt gondolják, hogy addig egyfajta pártlojalitás, utána ezt követően pedig egy egyházi lojalitás lesz az, ami meg határozhatja az ő életüket, előrejutásukat. Az a fajta a lelkek megkülönböztetése, amire utalás történt érsek úr szavaiban, ilyenkor is kell, hogy működjön a lelkészi hivatásban, hogy érezzük azt, hogy ki az, aki szívből, ki az, aki színből akar csatlakozni, és valóban az a fajta túlbuzgalom, kompenzálási szándék, amely sokszor megmutatkozott, neofita túlbuzgalom, és nagyon sokszor bizony-bizony ez begyűrűzött és begyűrűzik a politikába is, az kontraproduktív mindenképpen a kereszténység számára. Tehát, és a politika számára is azt gondolom. Tehát a damaszkuszi úton való tolongás és a damaszkuszi élménynek a félreértése az indít engem arra, hogy röviden szóljak arról, hogy mi is volt az eredeti damaszkuszi út. Mit jelentett Pál apostol számára ez? Ki volt ugye ő? Egy rendkívül tehetséges ember, aki még többet akart, és szeretett volna előrébb jutni, ezért a főpapoktól kapott felhatalmazással ment, hogy a keresztényeket rabláncsal fűzve vigye fogolyként, és egyfajta skalpvadász ambícióját élte volna ki, és ekkor egyszer csak ennek a tehetséges embernek tehetetlenné kellett válnia. Mert ott a damaszkuszi úton az ő általa elképzelt útvonalat valaki keresztezte, a feltámadott Jézus, és azt mondta, hogy eddig és ne tovább. És azt mondta, egy kérdéssel szólította meg, hogy Saul, Saul, miért üldözött
üdvözöl engem. És ez egy életre megváltoztatta, a Jézussal való találkozás egy életre megváltoztatta Pál apostolt, és ettől kezdve egy új ember lett. Aki tehetséges volt, egyszer csak tehetetlenné kellett válnia. Mert lezuhant a lováról, megvakult, és gondoljuk el ezt az abszurd helyzetet, hogy ő, aki egy dicsőséges bevonulást tervezett volna, skalpvadászként, egy sikeres hódítóként vonult volna be Damaszkuszba, egyszer csak őt emberi roncsként kellett, hogy bevezessék oda. És itt érdemes figyelni arra, hogy ez nem csak Pál apostol megtérési története, hanem a damaszkuszi gyülekezeté is. Amely damaszkuszi gyülekezet micsoda ellenérzéseket, előítéleteket kellett, hogy lebontson magában, hogy befogadja azt az embert a közösségbe, akit ő retteget. Olyan, mintha egy ávóst, egy kápót, egy üldözőt kellett volna a 20. századi keresztény közösségnek befogadni, és azt mondani, hogy igen, én vizsgázok abból, hogy megbocsátok, én vizsgázok abból, hogy én magam is megtérést tudok mutatni, mert a közösség megtérése is szükséges. Pál apostolnak ez a megtérése tehát együtt járt egy közösség megtérésével, és így indulhatott el az egyház. Az egyén és a közösség egymásra talált, de Pál apostol, és ezért volt hamis és félreértés a damaszkuszi úton való tolongásnak a túlbuzgalma, mert Pál apostol nem a győztesek oldalára állt, hanem a vesztesekére. Mindenki, aki azt gondolta volna, hogy most jön el a kereszténység ideje, és most akkor én irányt váltok azért, hogy ebből érdekem fakadjon, érdekem jöjjön eredményként, az vaskosan tévedett, mert Pál apostol nem a győztesek mellé, hanem a vesztesek mellé állt, nem az üldözők oldalára, hanem az üldözöttek oldalára állt, és ennek vállalta minden konzekvenciáját. Ha úgy tetszik, nem a napos oldalon, hanem az árnyékos oldalon maradt. És félreértése a kereszténységnek az, egyfajta politikai kereszténységnek a félreértése, hogy valaki keresztényként és politikusként a napos oldalon akar maradni, azt hiszem a mi helyünk keresztényként az árnyékos oldalon van, együttérezve az elesettekkel, a bajba jutottakkal, szolidaritást gyakorolva, és nem pedig a hatalomban fürdőzve. Hogyha a hatalom emberei, a mindenkori hatalom emberei kikérik a véleményünket, mondjuk el egyfajta kritikus szolidaritással is, és mind a két szóra hangsúlyt tehetünk, a szolidaritásra is és a kritikára is, ki, ha nem az egyház embere mondja meg, akár egy kereszténydemokrata, konzervatív színezetű kormányzatnak azt, hogyha valamit az ő látása szerint nem jól tesznek, nem jól készítenek elő, nem jól hoznak döntéseket. Magam, és ebben én is hadd legyek személyes. Néhány évvel ezelőtt, még az előző valamelyik kormány idején, vagy a Gyurcsány, vagy a Orbán kormány, vagy a Urdova Gyurcsány, vagy a Bajnai kormány idején egy rádió interjúban sok kérdést kaptam egyház és politika összefüggésében, és akkor kisúszott a számon egy olyan mondat, hogy várom már azt az időt, hogy egy konzervatív kormány kritikusa lehessek. És ez egy szándékosan dupla fenekű mondat volt, mert egyrészt, ha úgy tetszik, szint vallottam, hogy változásra, a politikai változásra van szükség demokratikus keretek között, ugyanakkor az egyháznak, az én látásom szerint a kritikát is meg kell tudnia fogalmazni. Néhányszor úgy érzem az elmúlt időben, hogy eljött az időm, és bár nem szívesen vállaltam, és vállalok magamra egy ilyen szerepet, de kritikát bizony meg kell fogalmazni annak a kritikus szolidaritásnak a jegyében, amelyre utaltam. És én Pál apostoltól ezt tanultam, az ő damaszkuszi élménye, én szerintem ezt is jelentette. A másik metafora, amire röviden még utalnék, az is a Cselekedetek könyvéből van, az pedig Európával kapcsolatos, ugye sok szó esett Európáról ebben a elmúlt néhány fél órában is. Nem mindenki tudja, hogy kifejezetten van hivatkozás Európára a Cselekedetek könyvében, hiszen alapvetően az ázsiai történet folyam áttevődik egy bizonyos történelmi időszakban Európába, és Pál apostol volt az első, aki a kereszténységet Európába hozta. De milyen körülmények között? Úgy, hogy felváltotta a Pál apostoli gondolkodásban a mítoszt, az álom.
Addig ugyanis egy Európával kapcsolatos pogány mítosz volt érvényben. Ezt a mítoszt ugye mindenki jól ismeri, hogy Zeus egy bika formájában eljön a földre, és ott Kréta szigetén megtalálja a föníciai királylányt, akit a szarvai közé kap, és elfut vele, és elrabolja, ugye Európa elrablása, ez a mitikus elbeszélés. És ez az egész mitosz, pogány mitosz, ugye hódítással, ármánnyal, erőszakkal van összefüggésben a dobogó paták, a táguló orlik, és mindaz, ami erre a vad bikára jellemző, ha úgy tetszik, az európai pogányságnak a metaforája lehet. Ezt a mítoszt azonban, és itt jön be Pál apostol, fölváltotta az álom, amikor neki éjszaka álmában, a Cselekedetek könyve azt hiszem 16. részében, egyszer csak megjelenik egy érdekes módon egy macedón harcos, és azt mondja neki, jöjj, siess segítségünkre. És ez az álombéli hívás indítja Pál apostolt arra, hogy átkeljen Ázsiából Európába, és attól kezdve Európában, Neápolisban, Filippiben és a többi városban hirdeti az evangéliumot. A mítoszt fölváltja az álom, jöjj, siess segítségünkre, ha úgy tetszik, egy pogány földrész, amit addig a bikának a hódítása jellemzett, segítségül hívta a kereszténységet. És azt hiszem, hogy ez lehet a mi szerepünk most is, hogy segítségül megyünk a magunk sajátos üzenetével, az evangéliummal, ahogy a Pál apostol is misszionált, alkalmas és alkalmatlan időben nem rejtette vék alá azt, hogy ő kinek a küldetésében van, és így ezt az expanziót, keresztény expanziót lelki eszközökkel folytatta. Egy idővel azonban, és ez a tragikus, újra az álom helyett újra a mítosz lépett elő, mert ez a pogányság, ez az új pogányság felülkerekedett, és Európa kereszténységéről ma már legfeljebb csak kisebbségi szinten tudunk beszélni. Tehát megint szükség van a reevangelizálásnak a szándékára, megint szükség van arra, hogy ezt az álmot megértsük, és hogy mi is elinduljunk az evangélium hirdetésével. De nem mindegy, hogy hogyan, és itt szeretném végül ezt a két metaforát összekapcsolni, a Damaszkuszit és az álmot Troászban, amelyben Pál apostol részesedhetett, hogy az Európának a reevangelizálása az lelki eszközöket jelent csupán, és sohasem a politikának és a vallásnak egy olyan összekeverését, amit a politikai kereszténység jelent. Nem politikai kereszténységet, hanem közéleti kereszténységet szeretnék a magam részéről, az egyháziak részéről is, és a politikusok részéről is látni. A kettő között óriási különbség van. A politikai kereszténységben van egy bizonyos intolerancia, van egy bizonyos felsőbbrendűségi tudat, van egy bizonyos hódítási vágy, nagyon gyakori visszaélés a bibliai metaforákkal, egészen a blaszfémiáig menően, vissza lehet élni Istennek a nevével, Istenre való hivatkozással. Ez a politikai kereszténység területe, amitől jobb óvakodni. De a közéleti kereszténység jogát senki nem veheti el, az egyháztól sem, és a politikusoktól sem. Az egyház hosszú időn keresztül a sekrestjébe volt beszorítva, hogy a vallás gyakorlásra lehetőség volt a templom falai között. Hála Istennek túl vagyunk már ezen a sekrestje kereszténységen. Kimehetünk a nyilvánosság elé, de nem mindegy, hogy hogyan. Ezért bizonyos alázatra, önmérsékletre, szelídségre, türelemre van mindenképpen szükség, és ilyen szempontból is üdvözlöm azokat a gondolatokat, amelyeket egy néhány perccel ezelőtt Gulyás Gergely képviselő úr fogalmazott meg, mert azt gondolom, hogy ez a hang mindenképpen a politikusok részéről is példamutató, az egyháziak számára is, és azt remélem, hogy az egyháziak is tudnak olyan hangot megszólaltatni, amelyik nem elriaszt embereket az egyháztól, mint amire sokszor sajnos láthatunk példát, hanem amely vonzóvá tudja tenni. Azt szeretném, hogyha a damaszkuszi élmény és ez az álom összekapcsolódna, és ma is meghallanák sokan azt, hogy hívja, egy pogány Európa hívja a bizonyságtevőket a keresztény üzenet megszólaltatására, de ez kellő alázattal, Isten és emberek előtti alázattal kell megtennünk, mert akkor lehet a szolgálatunk hiteles. Köszönöm szépen a figyelmet!